Jó estét mindenkinek, még itt közben néhányan próbálnak csatlakozni. Ugye ez a Kalandok a raktárban 6. előadása, és még június 16-án lesz egy utolsó, az Istenhez forduló költészet verseiről lesz szó, főleg Adiról és József Attiláról, és az ő úgynevezett istenes verseikről. De a mai alkalommal ugye a képversről lesz szó, illetve Szenci Molnár Alberttel kezdeném, mert hogy nekem már volt vele egy kalandom, mondhatni a raktárban, 2018-ban, amikor az Országos Széchenyi Könyvtárban bemutattuk már a képverseit tartalmazó kötetét, és akkor készült egy rövid kis videó, Szóval most rendhagyó módon nem azzal kezdenék, ami teljesen logikus lenne, hogy mi is az a képes, meg mikortól, meg hogy. Ne aggódjatok arról is, vagy ne aggódjatok arról is lesz szó. De először arra gondoltam, hogy vágjunk bele rögtön Szenci Molnár Albertnek a művébe, mert hogy ez így elég érdekes, és akkor utána fogok visszatérni egy kicsit a képversre úgy általában. Ugyanis az első ismert képvers a magyar kultúrában, vagy a magyar irodalomban a Szenci Molnár Albert nevéhez kapcsolódik, bár tudni lehet, hogy Janus Pannonius és Balassi is próbálkoztak már képversek készítésével, de ugye Szenci Molnár, aki református lelkész volt, filozófus, nyelvtudós, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító, életének a nagy részét külföldön élte le, a műveinek a többsége ott született, viszont mégis a tevékenységét azt a hazája javára fejtette ki, és azt lehet mondani, hogy a magyar irodalmi nyelv és a magyar verselés fejlődésére kiemelkedő hatást gyakorolt. Mert hogy nagyon érdekelték őt a nyelvnek a lehetőségei, és például ezt mutatják a latin nyelvű rejtvényei, amelyek az Analecta Enigmatica című művében jelentek meg, illetve készített kifejezetten egy olyan kötetet, ahol a költő játékait és a képverseit adta közre. Ez a Lusus Poetici 1614-ben jelent meg. Illetve tudjuk még róla, hogy ő az első, aki magyar nyelven időmértékes verssel is próbálkozott. Ezt a kubusát, amivel most nyitnám a mai előadást, ez a mágikus négyzet, talán az első az ő pályafutásán, ezt egy teológus, lelkész barátjának írta, mégpedig Johann Heitfeldnek, akinek volt a 6.-7. század fordulóján, pontosan 1600-ban jelent meg egy Sphinx című munkája. Ugye a Sphinx, mint hát rejtélyes élőlény, és ez a munka rengeteg kiadást élt meg. Tehát Heitfeldnek a Sphinx című munkája, amely végül is egy ilyen tematikus questio gyűjtemény volt. Ez azt jelenti, hogy
hogy keresztény és ókori szerzők műveiből vett idézetek segítségével adott feleletet az akkori világot, a mikrokozmoszt, makrokozmoszt érintő kérdésekre, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen enciklopédikus tudás, kérdés-felelet jellegű, sok-sok rejtvénnyel. És ez a Sphinx, az maga korában, a 17. század elején, ez nagyon népszerű mű volt, és a két szerző kapcsolatban állt egymással, már mint Heidfeld és Szenci Molnár, és ennek a Sphinx című kötetnek az 5. kiadásától kezdődően egy függelék is tartozott ehhez a kötethez, és ez a függelék, ez nem más, mint Szenci Molnár Albert Analecta Enigmata című összeállítása. Tehát ez egy kiegészítője, szemelvényekkel való kiegészítése Heidfeld művének. És a két szerző levelezéséből az derülhet ki, hogy Szenci Molnár megígérhette, hogy a Sphinx elvéhez, tehát a rációhoz híven kész kiegészíteni Heidfeld művét. Azt is lehet tudni, hogy egy zenei enigmát el is küldött neki, amit a szerző szívesen fogadott. És végül is ez a képrejtény, ez a mágikus négyzet, hát tulajdonképpen ebben a szellemben készült, és ezt az analektát, amelyet 1608-ban csatoltak tehát Heidfeld művéhez, ez a mágikus négyzet, ez vezette be, tehát ez volt a borítólap után. És ezt követően ebben az analektában Bibliával, Istennel, Krisztussal, pogány istenekkel kapcsolatos kérdések voltak, majd pedig történelmi kérdések, birodalmakról, fejedelmekről. És ezt a mágikus négyzetet, amit itt láthattok, ezt a következő szöveggel írta a barátjának, vagy mesterének: kezd el olvasni ezt a négyzetet eltől balra, jobbra, föl, le, és mindig ugyanazt a pentametert kapod. És hát itt a latin szöveget láthatjátok, de ezt a latin szöveget aztán Tandori Dezső a 70-es években lefordította magyarra, és ezzel a bevezető szöveggel együtt, tehát, hogy kezd el olvasni. És ez azt jelenti, hogy bármerre olvassuk az el, ugye, tehát, hogy jobbra, balra, lefelé, fölfelé, mindig ugyanazt a pentametert kapjuk, és ez a pentameter nem más, mint légyen-e férfi erő, négyzete képe tiéd. És ugye hát ez a kubus szövege, ez a pentameter, tudjuk, hogy ez ilyen daktilikus lejtésű pentameter, középen egy sormetszettel, tehát két és fél daktilikus versláb, kétszer-két daktilikus versláb, ugye így jön ki az öt versláb. Természetesen a korabeli műveltségnek és irodalomnak megfelelően ez latin nyelven született, de hát ugye Tandori lefordította nekünk a 20. században. De itt láthatjátok a pentametert, amit még verslábaztam is nektek. És hát a másik kötete, ugye Szenci Molnárnak, ahogy említettem, és ahogy a kis videón is láttátok, ez pedig a Poesis Ludens, vagy a Lusus Poetici, ami 1614-ben, ja bocsánat, ez nem az, ez valakinek másnak, tehát hogy ezt nem tettem ide a borítót, de látjátok, hogy ezt a költői játékokat, ezeket más is alkalmazta. Bocsánat, nem ez volt a borítókép, csak összekevertem. Tehát Szenci Molnárnak, amit láttatok a kis videón, az a Lusus Poetici című műve, és más mágikus négyzetet is találhatunk, egy Remnek, szintén mesterének, vagy barátjának ír egy 33 betűből álló hexametert,
És ez a négyzet, tehát 33x33 betűből álló négyzetverset ad ki, és a vers négyzethálójának minden sorából és oszlopából kiolvasható az, ez a sor, hogy omnia reddo meoki prebit omnia remo. Ezt pedig Georg Rémnek ajánlotta, a híres Georg Rém úrhoz, minden jogtudomány doktorához. Ezt is Tandori fordította ugyanakkor a 70-es években, és hát ezt is a barátság kifejezésére szolgált. Mindent visszaadok az én Rémuszomnak, aki mindent odaadott. Tehát ugye ez egy ilyen köszöntő, vagy megköszönő alkalmi versike. De Szenci Molnár készített egyéb képverseket is. Itt láthatjátok például az egyik híres labirintusát, aztán készített olyan képverset, amiben a szavak, az omnia szó, a mindenek, ugye ezt jelenti latinul, tehát az első sorok azok akrosztikonként olvashatók össze, és az omnia betűivel kezdődnek ezek a sorok, és a záró hangok is tulajdonképpen ezt adják ki. Itt jobb oldalon látható ez a De Litera Pitagore címmel egy Y alakban megkonstruált képes. Ez a Pitagórász betűje, és ez pedig a keresztútnak a problémájára hívja fel a figyelmet. Ez az útvesztőnek, minden útvesztőnek egy lényeges alakzata a Pitagórásznak ez a Y betűje, és ez mindig is arra hívja fel a figyelmet, hogy több út lehetséges, több út képzelhető el. De egy kicsit tovább haladva, akkor tehát Szenci Molnár Albert még számos képesét hozhattam volna, de hogy kontextusba kerüljön, hogy miért is készített Szenci Molnár képverseket, vagy hogyan kapcsolódik ez a saját korához, akkor mostantól próbáljunk bele merülni abba, hogy mi is a képvers, és akkor, hogy mikortól hogyan jelentkeznek ugye a képversek a kultúrában, az irodalomban. Ugye az nagyon kézenfekvő gondolat, vagy az senkinek nem okoz problémát, hogy a nyelv, a zene is egyben van. Ritmusa, dallama, ugye maga a költészet eleve énekelt dalokból, ritmusokból, munkadalokból alakult ki. Tehát a zene és a költészet összefüggése az, mintha evidens lenne, vagy kölcsönhatása. Sokkal szokatlanabbnak tűnik a vizualitás és a nyelvnek az együttműködéséről beszélni, pedig ugye a nyelvnek nem csak hangzása van, hanem képe is, onnantól kezdve, hogy írásbeli kultúrákról beszélhetünk, és ugye a hangnak maga a képe az az írás jelek formájában mutatkozik meg. A jelek, tehát az ilyen skriptovizuális egységek, tehát írásos és vizuális egységek már a régi kultúrákban is, Asszíriában, Egyiptomban, Kínában is jelen voltak. Ugye a piktografikus, az ideogrammatikus írásokban elsősorban, ott ugye a szöveg és a kép elválaszthatatlan egymásról, ugye tudjuk például az egyiptomi hieroglifákról, stb. Ezekben az esetekben a nyelvi és a képi kódolás az kettős, két alapvető reprezentációs rendszerhez tartoznak, a nyelvhez és a képhez, és ezeket az elemeket vegyítik, tehát ezeknek a percepciója, ezeknek a befogadása is kettős. Na most, ha tovább lépünk egy kicsit, akkor ugye megjelennek, vagy találkozhatunk olyan alkotásokkal, ahol a betűk és a belőlük felépülő szavak, azok egyszerre töltenek be szimbolikus és ikonikus funkciót, illetve ugye fontos szerepet kap az alkotó elemeknek a térbeli
elhelyezése, valamiféle topológikus, térképszerű, rajzszerű elhelyezése, és itt rögtön a lineáris olvasásmód, ahogy ugye általában szoktunk olvasni, hát kultúrától függően balról jobbra, vagy jobbról balra, esetleg fentről lefelé, de azért minden kultúra, vagy legtöbb kultúra lineáris olvasással rendelkezik, és ugye ezek a képversek, most leegyszerűsítően maradjunk ennél a fogalomnál, ezek a képversek, ezek felfüggesztik minden esetben a lineáris olvasásnak a módozatát. Ugye a képverset más néven kaligramnak is szokták nevezni, amikor a szöveg, a betűk, a szavak, a verssorok, a versszakok valamilyen sajátos grafikai, tipográfiai elrendezéssel egyszer mint képileg is megjelenítik a tartalmi mondanivalót, vagy éppen annak az ellenkezőjét. És mindjárt hozok ókori példákat, ez már az ókorban is létező költészeti műforma volt, de érdekes módon, hogyha azt a szót halljuk, hogy képvers, akkor rögtön a 20. század, és ezen belül is leginkább az avantgárd jut, vagy a neo-avantgárd mozgalmak jutnak az eszünkbe. És én most pont nem azokról is fogok beszélni, de hogy meg szeretném mutatni, hogy milyen előzményei voltak. Na most voltak olyan korszakok és olyan költészetek, amikor a versképnek a tartalommal nagyjából egyenértékű jelentőséget tulajdonítottak, sőt, volt olyan időszak is, amikor nagyobb jelentőséget tulajdonítottak magának a képnek, mert hogy mágikus jelentéssel ruházták fel a képeket. Különleges jelentésekkel felruházott bűvös négyzetek voltak, vagy pedig a mágiához, a varázserőhöz társultak. És hát rögtön itt van ez az arámi eredetű képes, ugye abrakadabra, mindenki ismeri ezt a kifejezést gyerekkorától kezdődően, ugye ez az arámi abada redabra, ami egy varázs ige, vagy egy kívánság, ez a szűnjék meg, ezt jelenti. Például szűnjék meg az átok, szűnjék meg a betegség, szűnjék meg a rontás, tehát ugye ez egy ilyen mágikus szó volt, gyógyító erővel vagy rendelkezett, és itt a képes, a szöveg, maga a jelentés és a kép ugye úgy függ össze, hogy szűnjék meg mondjuk a betegség, ugyanúgy, ahogy a betűk elfogynak ebben a képesben. Én kétféleképpen is lerajzoltam, hogy hogyan lehet ezt elképzelni. Tehát látjátok, hogy az elfogyó betűk, azok tulajdonképpen a varázsige, a mágia működését illusztrálják, vagy fejezik ki számunkra. A legelső képverseket, vagyis hát az egyik korai képverseket nyilván az ókori görögök alkották, hát ki mások, tehát ugye az arámi kultúra mellett ezeket technopaigmionoknak hívták, tehát művészi játékoknak hívták. Alapvetően a hellenisztikus hagyományban jelentek meg, az alexandriai iskolában, tehát az időszámításunk előtti 4.-3. századtól kezdődően. Ugye tudjuk azt, hogy a hellenizmus, illetve az alexandriai iskola az már egy túlérett, hanyatló kultúrája volt a görög klasszikus művészeteknek és művészi korszakoknak, és ugye ezek az úgynevezett hanyatló kultúrák, ezek nagyon szeretik a mesterségbeli tudást, az öncélú fitoktatást, az ismereteknek, tehát egy kicsit ilyen lár-pur-lár jellegűek ezek, illetve öncélúak is tulajdonképpen ezek a kultúrák, és itt látható Theokritosznak a Syrinx című képverse, ami ugye hát tulajdonképpen egy pánsípot
ábrázol, és hát itt láthatjátok, hogy ez hogyan jelenik meg tulajdonképpen a versoroknak a képében. De ugyanígy a görögöknél divat volt a ma ismert darabok alapján szárnyat, fejszét ábrázolni a versorok hosszúságával, vagy tojást, oltárokat, ugye áldozati oltárokat. Hát mindegyikre nem hoztam példát, de hogy itt a versorok hosszúsága rajzol ki tulajdonképpen ilyen úgynevezett ábrákat, és a versek tartalmi mondani valója is ehhez illeszkedik. És még egy a ókori művek közül, ez pedig egy középkori kínai ábravers, ahogy ugye láthatjátok, hogy egy bikát formáz meg, illetve van egy mecset alakú arab betűkompozíció is a 8. század elejéről, tehát ugye ezek a jelek számunkra nem annyira ismertek, mint az arab írás betűjelei, de talán itt középen ez a, talán látjátok a nyilamat is, tehát itt középen ezek a két pontos jelecskék azért valamennyire felidézhetik számunkra az arab írást. Természetesen, ha a görögöknél van valami, akkor ugye a rómaiaknál szintén van. A római irodalomban tovább élt a képesnek a hagyománya, ők Carmina Figurata néven nevezik őket. Hát volt egy-két képviselője, volt egy Lévius nevű illető, aki egyébként nem ugyanaz, mint a Lévius, tehát ne keverjük velük össze, illetve volt egy Porfirius nevű költő, és tőlük is fennmaradtak képversek. Aztán a középkornak a korai évszázadai is örömmel használták, tehát a Meroving és Karoling udvarnak az asztrológiai irataiban találni például elég sokat, és ekkor jelentek meg már a vallásos tárgyú és például keresztformájú képversek. Viszont fontos azt hangsúlyozni, hogy aztán a középkor második felétől, tehát úgy körülbelül a millenniumtól, az ezres évektől elenyészhet és csak elszigetelt példaként bukkan fel a képvers, és a késő középkor és a kora újkor századaiból nem nagyon találtak, vagy találhatunk ilyen jellegű műveket. A reneszánsz azonban ismét felfedezi a 15-16. Században. Ők a témától függően készítettek szív, láng, fegyver alakú kard, kereszt, madár, virág, stb. Formákat. Például ilyen kerékformát láthatok, vagy keresztformájú képverseket. A leghíresebb talán a reneszánsz alkotók közül Rabelais-nak a Gargantua és Pantagruel című művének a 44. fejezetében van egy boros palackot formázó képvers, ugye ez egy Bacchushoz írott költemény. Aki szokott velem mindenféle szemináriumokon részt venni, tudhatja, hogy ugye a Gargantua és Pantagruel ugye hát a testi gyönyöröket részletező hedonista reneszánsz mű, és hát mi más, milyen jellegű képes lehetne benne, mint egy boros palackot formázó. De azért ez a kevésbé jellemző, hanem inkább ezeknek vallásos tartalma volt. És egyrészt vallásos tartalma, és hát ezzel összekapcsolódóan kifejezetten a reneszánsz idejétől kezdődően ezek alkalmi költemények voltak, tehát valakinek a köszöntésére, hálából, bizonyos alkalmakra írt művek voltak ezek. A 16. század végére Angliában is népszerűvé váltak,
illetve az első német képversek is ebben az időszakban születtek, és el is érkeztünk a német területhez, német ajtó területhez, ugyanis a műfaj itt volt a legnépszerűbb és a legtermékenyebb és a leghosszabb életű, és a németországi jezsuiták támogatták tulajdonképpen a képverseknek az írását, sőt, az iskolai oktatásba is beemelték ezeket, például a halott búcsúztatóknál is szokása volt. Tehát a barokk korszakból származnak főleg ezek a képversek, és ők az egyházi szimbólumokat ismétlik, oltár, orgona, templomtorony, kereszt, sok-sok formában, ugye ez a Szűz Máriához a rózsaablakot idéző formájú képvers, láthatjátok a kehely és a szív alakú műveket is, de az is feltűnik, hogy a vallásos tartalom mellett megindult a képversek laicizálódása, tehát köznyelvivé vallásos tartalomtól függetlenné vált egyre inkább, és inkább már puszta díszítőelem lesz, illusztráció, játék, tehát kiveszett mögül-e az igazi vallásos tartalom. Itt ugye egy korona az már mindenképpen valamiféle, hogy mondjam, fejedelmi alkalomra készülhetett ez a képvers. A barokk idején fejlett technikának gondolták, mesterségbeli tudást igényelt, és ugye a barokk nagyon szerette azt, hogy a látvány erejével ezt az elrejtésnek a titokzatosságával késztessék az olvasókat alaposabb gondolkodásra. Ugye ezek a képversek azért mégiscsak elmélyülést követeltek az olvasótól, nem lehetett gyors, hevenyészet módon átfutni ezeket a műveket, és hát mindig egy nyomozásra, egy rejtvényfejtésre buzdítottak minket. Hát ugye ismeritek a füles újságokat, hogy két kép között találjuk meg a 10 különbséget, vagy hol rejtőzik a nem tudom én micsoda. Hát úgy kell elképzelni ezeket a képverseket is, hogy mindig meg kellett találni, hogy hol van a lényegi mondani való elrejtve, és nem csak az ábra és a betűk voltak időnként ezekben elrejtve, vagy beleszőve ezekbe a képversekbe, hanem néha a számmisztikára, a számokra is épültek ezek a kombinatórikus művek. Tehát azt lehet mondani, hogy a manierizmusnak és a baroknak ehhez a kimódoltságához, a pompakedveléshez, egyáltalán az ünnepségekhez, a képzőművészet jellegéhez nagyon passzolt a képvers, és hát természetesen a játék is, ami a legősibb emberi ösztönöknek az egyike. És hát így jöttnek létre ezek a költemények, amik egyébként sokkal tágabb jelentéssel bírtak, ugye ezeket úgy hívták összességében, hogy mesterkedő költészet, vagy mesterkedő vers, technopágnionoknak hívták őket, és hát ide tartoztak például az echo versek is, ugye, tehát amikor vízhangos formájú a vers, de ide tartoztak az akrosztikonos versek, ugye erről ma már ejtettem szót, amikor a vers kezdő betűit, ha összeolvassuk, mindjárt keresek olyat, ha a vers kezdő betűit összeolvassuk, akkor ugye értelmes szavak jönnek létre. Ez az akrosztikon, de nagyon gyakori volt a mezosztikon és a telesztikon is. Hát kitalálhatjuk, a telesztikon az ugye az, amikor a vers végén jelenik meg maga az értelmes üzenet, tehát az utolsó betűkkel, és a mezosztikon, amikor vagy a sormetszetnél, tehát pont középen van a rejtvény belerejtve, de tulajdonképpen
amiket mutattam nektek, ezeket pedig úgy nevezik, hogy figurális mezosztikonok, tehát amikor van egy ábra, és ennek az ábrának a közepébe valahova ugye el van rejtve maga egy név, például itt a Stefán van elrejtve függőlegesen, hogyha nézitek, ugye aztán itt is például a Nikolaus Iványosz van elrejtve, és hát általában ugye ezek ilyen Isten dicsőítői, például középen ez is egy mezosztikon, illetve itt a szívnél is ez látható. Tehát mind a betűk irányával, mind a ezekkel a rejtett üzenetekkel mahinálnak tulajdonképpen a képesek, és ezek mellett pedig ugye megjelennek ezek a kubusok, ezek a mágikus betűnégyzetek, amelyekkel ugye kezdtük a mai előadást, ami Szent Simonnár Albert munkáiban is megjelenik. Itt ugye a kézzel rajzolt betűk nagyon szép, ilyen szinte szőnyegszerű szőttest adnak ki. És még egy példa ugye erre a Pitagórász betűre, ami itt szintén megjelenik. És itt is láthattok akrosztikont, amely egyben mezosztikon és telesztikon is. Tehát ugye ez a komész vívát diú, gyertek dicsőíteni vagy örvendeni Istennek, ez háromszor is elhangzik a versben, de ugye nem ritka, amikor a kereszt emelődik ki, de ezek egyébként bele vannak szőve a verssorokba is, tehát itt egybe lehet olvasni ezeket a sorokat. Aztán itt látható egy szép példája annak, hogy hogyan rejtették bele, és ugye kézírással, hogyan, milyen szépen rajzolták ki ezeket a belerejtett kereszteket. Itt szintén egy ilyen cifra megoldás található, ugye itt ez a Johannes olvasható ki végül is mindenhol a szögletekben, a találkozási pontokon. És hát ez is a kedvencem, mert ebből az a zseniális, hogy szó közepéről is veszi ezeket a szótagokat, ugye a kor, a szív ennek a költeménynek a címe, és hogyha megnézitek, akkor ezek a zárójelben kiemelt szótagok, ezek ugye egy szívet rajzolnak ki számunkra, és egy telesztikonban pedig az Ausztria felirat olvasható, tehát azt hiszem, hogy hazafias költeménnyel van dolgunk ebben az esetben. És itt a mágikus négyzetre hoztam még jó-jó néhány példát. De azt lehet mondani, hogy azért a képvers mindig alkalmi jellegű maradt a barokk idején, és ugye főleg a iskolában a fiatal szerzetesek, diákok művelték, vagy hát onnan kikerülő alkotók, akiket aztán ez így megragadott. És volt egy ilyen magyar-horvát származású szerző, Simándi Lászlót még kiemelném. Ő Corvus Albus néven ismeretes, ő magát így nevezi, ez a szerzői neve. Ő egy pálos szerzetes, és ő rengeteg képverset, különböző alakú költeményt készített, és leginkább a saját rendjének az alapítójáról, Remete Szent Párról emlékezik meg, tehát ezek számára az áhítat és a rendi hovatartozásnak a munkái. A Nova Múzsa címmel adta ki ezeket a könyvében, és hát rengeteg fajta készített akrosztikonokat, kubusokat, enigmákat, nagyon-nagyon sokfélét, koncentrikus körökben szedte össze a világ ismereteit, aztán nyolcágú csillagot is nála találunk először, mint képverset. És hogy tovább
haladjunk még itt néhány munka Szent Simonnára Albertől, hogy tovább haladjunk, azt kell mondani, hogy a 18-19. Században a képversek azok egyszerűen megszűntek, nem lehanyatlott ez a fajta kultúra, és sőt, ezekben a korszakokban a mérvadó irodalmi körök ezeket silány, minőségű műfajnak, művészethez méltatlan versnek tekintették, tehát ugye az évszázada, és aztán a romantika korszaka, illetve a felvilágosodástól kezdődően ezek nem nagyon számítottak értékes műveknek, ezért aztán kevesen is művelték ezeket. És aztán érdekes módon a 20. század hajnalán a világháború előtt azok az európai művészek, akik már az avantgárd irányzatokhoz kapcsolódtak, ők kerestek újszerű utakat és formákat, hogy valahogy kifejezhessék a mondandójukat a számukra elidegenedett világban. És ugye a képversnek a, hát hogy mondjam, a felfutása és maga az elnevezés, a kaligram elnevezés is Guillaume Apollinaire-hez kapcsolódik, ő fedezte fel újra a képvers műfaját, pontosan lehet tudni, hogy 1914-ben, június 15-én, tehát publikálta az első kaligramját, ez ami jobb oldalt látható, ez a Lettre Océane címmel, tehát az óceán betűk, vagy óceán betű címmel, és ez egy olyan képes lap volt, amit óceánpartról írt a barátjának, és úgy akarta megjeleníteni ezt az üzenetet, hogy a szöveg az vizuálisan is megjelenítse itt az óceán partot. Ugye az üdvözlet, maga az a szöveg, az alul olvasható, hogy Bonjour mon frère Albert a Mexico, tehát hogy ugye tehát hogy üdvözli Albert barátját Mexikóban, de ugye megjeleníti maga a képes a hullámvonalat is, a tengernek a hullámzását, a szikrázó napot, sőt a borítékra ragasztott postabélyeget is képbe fogja. Na most ő ezt Apollinaire vizuális költészetnek nevezte, és ő alkotta meg a kaligram kifejezést két szó vegyítéséből, a kalligráfi, tehát ugye szépírás, a kalligráfia, ismerjük ezt a szót, és a telegram, a távirat szavaknak az ötvözéséből. És ugye hát ő jelentette meg a Kaligramák című gyűjteményét is 18-ban, és aztán sajnos meghalt a világháborúban szerzett sebesülésében. De kortársai és művésztársai mellett ugye például Morgenstern, Carlo Carra mellett a 20. századi irodalom, avantgárd és neo-avantgárd irodalom, aztán nagyot alkotott a képes területén. De nagyon érdekes az, hogy az Apollinaire képversei, illetve ezek a kezdeti avantgárd képversek, ezek a barokk hagyományhoz nyúlnak vissza. Tehát ugye, ahogy mondtam, a 18-19. Század az képversben nem volt különösebben népszerű, és a barokk hagyományhoz nyúlnak vissza, amikor a kép és a nyelv az egymásnak alárendelt viszonyban áll, az olvasást a kép látványa vezeti, viszont a szöveget azt pedig hagyományos módon tudjuk olvasni, tehát a kép alapján haladunk, de mégis ugye a lineáris szövegolvasás az tulajdonképpen még kevésbé sérül, ez itt főleg a bal oldalon látható a Megsebzett galamb és szökőkút című költeményben, ugye ez mindenki számára ismert, tehát itt még maga a szöveg az egységesen
szervezi tulajdonképpen a művet, és a kép erre úgymond ráerősít, vagy a kép megerősíti a tartalmi mondani valót, vagy a címben ígért tartalmat. A 20. század második feléből lett Morgenstern nevét említettem, de például Marinetti művészetében, Ezra Poundnál, Dylan Thomasnál, és hát természetesen másoknál is megjelenik. A magyar lirára, vagy a magyar költészetre rátérve egy kicsit, mert az időnk nagyon előre haladt, történeti avantgárdról beszélünk, a neo-avantgárdról és a, hát ugye a jelenkor posztmodern alkotóiról, és hát ugye mindenkinek rögtön Kassák Lajos ugrik be a magyar képes, meg a magyar avantgárd kapcsán, ugye hát ő az avantgárd irányzatoknak a vezér alakja. 15-ben indította a TET című folyóiratot, amit betiltottak, 16-ban a MÁP, aztán ugye forradalom, letartóztatás, tanácsköztársaság, és hát ezek után ő ugye Bécsbe emigrál, ahol 1920-ban újraindítja a MA című folyóiratot, és hát ő ugye a nemzetközi avantgárddal is nagyon élénk kapcsolatban volt. De a képvers szempontjából miért érdekes nekünk Kassák? Hát mert, hogy az ő alakjához a tipografikus képvers megjelenése kapcsolódik. Tehát ugye ismerjük Kassáknak az irodalmi tevékenységét, sőt a képzőművészetiről is esetleg van tudomásunk, de hogy a kettő között kiemelném a tipográfia terén alkotott, hogy mondjam, úttörő vagy újító dolgait. Tehát a tipografikus képvers általa jelenik meg a magyar irodalomban, és először ugye a folyóiratainak a címlapjait kell felhívni a figyelmet, ami nekünk manapság már nem feltétlenül tűnik fel, de hogy ez a korszakban nagyon egyedi volt, hogy reklámgrafikai stílussal ruházott fel egy szép irodalmi művet, illetve kapcsolódik ebben a Bauhaus konstruktivista irányához, ugye a letisztultságra törekedett, az egyszerűségre, és ugye politikai nézeteihez is felhasználja ezeket a műveket, ugye ez egyfajta aktivizmusnak nevezzük az ő tevékenységét. Ugye a TET-nél látható ez a vastag ecsettel festett kézirathoz hasonló címlap, vagy a cím kiemelése. Ennél talán már merészebbnek tűnik ugye a MA folyóirat, ahol már megjelenik, és ezt higgyétek el, hogy a korszakban újítás, a függőleges és a vízszintes irányú tipográfiai elemek, ugye, amelyek szinte egy idő után már mindenféle konstrukcióhoz, épülethez kezdenek hasonlítani, tehát az M betű szinte nem ezen a képen, hanem más művein architektúraszerű alakot nyer, a fekete és a piros ezt az aktivista magatartást érzékelteti. Tehát a címlapokon kifejezetten ezeket a konstruktivista elemeket használta, és ő ezt úgy nevezte, hogy a konstruktivizmus tipográfiai megvalósulása. A képverseiben viszont lazában járt el, ott akár a teljes káosz is uralkodhat, hullámvonalak, döldbetűk is megjelenhetnek, tehát a képvers az egy újabb típus Kassáknak a műveiben. Viszont ami érdekes, hogy nála már nem nagyon vannak lineáris szövegek, vagy nem mindig vannak lineáris szövegek a képversekben, hanem ugye nagyon sokat játszik a betűmérettel, a betűméreteknek a nagyságával, sőt lehet tudni, hogy a térköznek, az üresen hagyott felületeknek is szerepe van, és néha csak egy-egy szó, vagy gyakran egy-egy betű az, amivel a mondani valóját ő hangsúlyozza, vagy kifejezni próbálja. Itt például láthatjátok, hogy már kifejezetten csak egy-egy fogalom
jelenik meg a műben, egy grafikus ábrázolással van kiegészítve maga a képvers. De hogy Kassáknak a hatását rögtön láthassuk, az ő tanítványa, követője volt egy darabig, Barta Sándor, aki a magyar avantgárdnak egy másik alakja, a forradalom idején kitűnt baloldali verseivel, cikkeivel, Kassákot követte az emigrációba is, de aztán később szembefordultak egymással, vagy hát nem nagyon egyeztek már a művészi elvei. Barta főleg kiáltványokat írt, itt az a Tisztelt Hullaház című kiáltványa, illetve a abszurd meséket is kiadott, és ez a mese a trombita kezű diákról, sőt, dadaista színműveket is írt, és láthatjátok, hogy itt is már a címlapkép Kassák hatását tükrözve, ugye teljesen a vizuális elrendezés alapján szerveződő. Egy kicsit részletesebben szeretnék Tampó Sirató Károlyról beszélni. Ő is az avantgárd irányzatával indul, ugye 1905-ben, vagy irányzataival született József Attilával egy évben, és hát a két világháború között lehet azt mondani, hogy ugye a magyar avantgárdnak az alkotói legtöbben emigráltak, és a két világháború között nem nagyon szerették itt az avantgárd költőket, eléggé ellehetetlenítették a működésüket, pedig Tankó Sirató egy páratlan szellemi nagyságú költő volt, de nagyon annyira formabontó volt, és annyira nem passzolt sehova, hogy még a magyar avantgárdból is tulajdonképpen kisodródott, mert hogy őt nem kötötte le ez az urbánus népies vita, a körégyűlő költészeti csoportok, nem volt eléggé látványosan baloldali, baloldalinak, a jobb oldal viszont borzalmasan avantgárdnak, vagy a jobb oldal szerint pedig borzalmasan avantgárd és nemzetietlen volt, legszívesebben bezúzatták volna a munkáit. De Tankó Sirató egy szenvedélyesen kísérletező költő volt, és hát azon kísérletezett leginkább, hogy a tudományos és technikai gondolatokat próbálta a költészet nyelvére lefordítani, és olyan nyitott műveket akart létrehozni, amelyek megmutatják a mű szerkezetét, a hatásmechanizmusát, és bevonják az olvasót a mű létrehozásában. Mert hogy pontosan tisztában van vele a saját korában, ezt az elvet vallotta, hogy tulajdonképpen a műalkotás az magában a befogadásban jön létre, és hogy végül is minden olvasó a maga műalkotását hozza létre. És a verseiben a befogadás egy ilyen nagyon szubjektív folyamat lesz. Viszont az is nagyon érdekes, hogy Tankó Sirató sosem szakít a nyelv expresszivitásával, a ritmusával. Talán ismeritek a gyerekeknek olvasott verseit, hogy ezekben mennyire fontos a zeneiség is, és fontos neki az egzisztenciális gondolat is. Tehát, hogy semmiről nem mond le, csak ezeket, hogy mondjam, az olvasóra bízza. És a versekben úgynevezett segédegyenesekként nyilakat és vonalakat használ, és tulajdonképpen ezzel vezeti a szemet, és ő ezt úgy mondja, hogy ezeket ő sík versnek nevezi, tehát amikor több dimenzióban, több irányban nyitottak a művek. És aztán hát végül ő is Párizsba távozik, és ott a párizsi avantgárd körökben megtalálta a helyét, megírta a dimenzionista kiáltványt, amelyben összefoglalja a sík verseinek az elméletét, amelynek nagyon nagy visszhangja volt egyébként külföldön, de nem volt olyan irodalmi közeg, ami befogadta volna őt, tehát magyar közegben ő ismeretlen maradt.
És egy kicsit ennél a síkversnél, tehát megírja a dimenzionista kiáltványát, vagy manifestumát, vallomásszerű, borzasztó érdekes mű, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy olvassa el. És hát azt írja például, idézek. Hatalmas vitákat folytattunk a költészetről, lényegéről és műfajáiról. Különösen kedvelt témán volt a ballada. A magyar irodalomelmélet egy kitűnő meghatározással ajándékozta meg az esztétikát a balladára vonatkozóan, tragédia dalban elbeszélve. Azt mondja, szerintem fő a tragédia gyors lezajlása, az abszolút villámszerűség. Ilyen elképzelésem szerinti, ahogy akkor mondottam, express balladát nem ismertem. És aztán ő megpróbálta létrehozni az express balladát, majd mindjárt látjuk, hogy hogyan, és hatással volt rá, nagyon inspirálta, hogy már a 20-as években megjelent Budapest utcáin is, a világvárosok utcáin, Budapesten is az első villanyplakátok, amelyeken ugye a mondatok térben jelentek meg, és ezekben a megvilágított felületeken ugye egymás után gyúltak ki, és aludtak ki az üzenetek. És hát ő ilyen express balladát akart írni, és hát azt mondja, hogy írt ő egy közönséges express balladát, ez az egyszerű ballada címet kapta magyarul. Gyorsan felolvasom, az elnyílt asszonynak lányai vannak, a fehér hátú lányoknak fiai vannak, a baltaöklű fiúknak szeretőik vannak, a simaváli szeretőknek vágyaik vannak. A vágyak elindulnak kószálni az éjjel, a simaválú szeretők elindulnak szeretni az éjjel, a baltaöklű fiúk elindulnak gyilkolni az éjjel, a fehérhátú lányok elindulnak temetni az éjjel. Az asszony sír és megfehéredik. Nekem ez borzasztóan tetszik, de azt írja Tankos Sirató, hogy ő ezt egyáltalán nem találta érdekesnek, ezt a balladáját, nem is találta elég érthetőnek, de főleg nem találta elég gyorsnak. És akkor elkezdett rajta dolgozni, és látta azt, hogy hát ez így lineáris formában 9 mondatból álló történet, van 4 alany és 4 állítmány. És hogy ezek közötti összefüggést azokat számokkal jelezte. Ezt már a képversen láthatjátok. Kicsit megváltoztatott néhány szót egyébként, nem kell meglepődni, tehát láthatjátok, hogy kiemeli a 4 alanyt, és a 4 állítmányt, és ezeket számokkal köti össze, illetve csinál egy nagy nyilat, egy nagy fekete nyilat, amely ugye a cselekmény tragikus balladai zuhanását érzékelteti. Ezt ő maga írja, tehát ez nem az én túlértelmezésem kivételesen, és ezt ő vizuális balladának nevezi, és aztán így ír róla. Amikor készítettem vele, magam csodálkoztam el rajta a legjobban. Magam sem tudtam előre, hogy mi lesz belőle. De éreztem, hogy így sokkal jobb lett, tömörebb, gyorsabb, tragikusabb, és szerintem érthetőbb is, mint vézna egyszerű formájában volt. Hogy eredetibb is, arról természetesen szólni sem kell. Barátaim és társaim néma meggöbbenéssel tekintettek új alkotásomra. Ilyet valóban még senki sem látott. Műfajilag senki sem tudta meghatározni, mi lehet ez. Végül is aláírtam számkinetikus konstrukció. Helyesebben számokkal mozgatott verskészülék. És aztán elképzelte mindezt, ahogy egy ilyen villany újságon villanyplakátként megjelenik, és hogy folyamatosan villognak ezek a kifejezések, és ugye percenként akár 150 villanásnyi sebességet is el lehet vele érni. És franciául ez már úgy jelent meg, hogy balladagép, tehát ez a költeménye. De láthatjátok, hogy aztán ő eposzt is írt ilyen képvers formájában, tehát ez az eposz az emberről. Hát ebben most nem mennénk bele, de akinek van kedve, hát érdemes egyébként, vagy érdemes lehet tanulmányozni ezt a ábrát. Ugye az emberről ír egy csomó mindent, hogy hím, nő, erős, vézna, félénk,
és aztán ír, hogy miket csinál, sír, játszik, szeret, szenved, harcol, étkezik, és hát ugye a halál az azért úgy eléggé belejátszik ebbe az egész sztoriba. De a Válóperét is így, vagy a Válóper című költeménye is így fogalmazódik meg. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a házasságban a férfi az úgy kezdi, hogy lezuhan, a nő pedig felrepül, és hogy ugye 4 évig világított felettük a nyál, és akkor hát így ugye elindul egyfajta Válóper, és hát az utak azok így elágaznak végül a Válóper bekövetkeztével. De hogyha tovább megyünk a 20. század második felében, akkor a 60-as évektől kezdődően sokan kísérleteznek képversekkel, betűversekkel, valaki csak alkalomszerűen, mint például Vörös Sándor, hát ugye mivel nem kísérletezett Vörös Sándor, ő is ugye a tengermozgást ábrázolja ott a bal oldalon le, kereszt alakú verse is van, keresztöltés, itt ugye hát ez egy eléggé kombinatórikus költemény, és aztán tapéta és árnyék, tehát láthatjuk, hogy nála is a lineáris olvasat az olykor felbomlik, és egy újfajta verset hoz létre, de ugyanígy ismert a 20. század második feléből Nagy László, aki szintén alkalmilag kirándul tulajdonképpen a képvers irányába, Kassák is hatott rá, és hát ők is a lineáris folyamat megtörését állították a mű középpontban, nem tudjuk, hol kezdődik a vers, és hol végződik. Ugye hát itt az előre szavak, de ugye a cím emeli meg ezt a költeményt, a Hordószónok, ugye ennek a műnek a címe, illetve egy önarcképet is készített Nagy László, aki mellesen nem csak költő volt, hanem képzőművész is, tehát nem véletlen, hogy érdekelte ez a lehetőség. De ők nem kifejezetten a kassáki dadaista képverset élesztették fel, hanem újabb és formailag jól meghatározó vizuális művészeteket teremtettek meg. És nagyon, hát ugye itt látható még a Nagy Lászlónak a Sebat Cédruson című képverse kézzel írva, és aztán szedve, nyomdai szedéssel, ugye ez a Csontvári ihlete költemény, illetve még két alkotóra kell, vagy szeretnék kitérni. A 80-as évektől kezdődően jelentkezik Petőcz András, és az ő, hogy mondjam, underground művészeti tevékenysége, ugye költő, műfordító, író, és hát a 80-as években szamizdat lapot indított, ez a Medium Art címet viselte, és hát általában mindenféle alternatív művészeti akciónak a része volt, kapcsolatban a demokratikus politikai ellenzékkel, sőt a 80-as években ugye csatlakozott az avantgárd párizsi körökhöz, és nemzetközi költészeti fesztiválokon is részt vett. Tehát mindenképpen lehet azt mondani, hogy a hazai neoavantgárd egy vezéralakja volt, vagy vezéralakja, a vizuális költészet és képvers megújítója, hangverssel és akusztikus költészettel is foglalkozik, és ő állított össze egy ilyen reprezentatív vizuális költészeti antológiát, ami roppant érdekes, úgyhogy azt megtaláljátok könyvtárban szintén, és nagyon sok minden kivel foglalkozik, nagyon sok képverset tesz, vagy helyez bele ebbe az antológiába. Ez egy Kassák omázs, és ez pedig ugye szerintem teremtés akar ez lenni, vagy Teremtek című költeménye. Ugye ez a Balcsiga, íme szolgát teremtek és urat, embert, aki rám hasonlít, dicsőséget, mozgást hoz a világba,
játszom vele, ha kell, elpusztítom. A jobb csiga pedig azt mondja, hogy íme teremtek urat, Isten kiszolga és rám hasonlít. Jobbik felem ő eszmét hoz a világba, játszom vele, ha kell, elpusztítom. Egészen madácsi dialektika fogalmazódik meg ebben a költeményben, azt gondolom. Tehát ez a Kassák számára omázsvers, és itt Tandorinak a képversei látható. Ugye Tandori általában olyan, hát ilyen primitív grafikákat készített, ezt most mindenféle értékítélet nélkül mondjuk természetesen, és ezek leginkább nyelvi poénokra épülnek. Ami érdekesség nála, hogy az írásjeleket, illetve hát az egyes betűjegyeket is ő felhasználja úgymond vizuális módon. Ugye a záró jelet, ugye ez a halottas úrnak két füle, Cummings magángyűjteményéből és egyéb versekből, tehát hogy ő ilyen képversekkel kísérletezik, és tudjuk, hogy ő, mint a líra fordulat nagy alakja, tulajdonképpen a versen mindent megtesz, amit lehetséges. Ugye tulajdonképpen a sakversei is egyfajta vizualitásra épülnek, és ugye ezek a vizuális játékok, ezek főleg az Egy talált tárgy megtisztítása című 73-as kötetében találhatóak, és hát itt jelentkezik ezekkel a képes szerű műveivel. És hogy így levezetésként, hogy mik vannak még, ugye a mai kortárs irodalomban Bújdossá Alpár, aki ugye tehát egy vizuális ábrába helyezi bele a szavakat, Nagypált lehet még kiemelni tulajdonképpen, vagy Papp Tibornak a műveit, de sokat másokat is. Hát elég hosszan beszéltem, mint szoktam, de megköszönöm egy ilyen szép virággal a figyelmeteket, és ha még bírjátok, akkor nyugodtan kérdezzetek, észrevételezzetek, menjek-e vissza valamelyik képre, vagy bármit szívesen fogadok. Nekem az egy nagy meglepetés, hogy Szenci Molnár Albertről én semmi ilyesmit nem tudtam, és egyáltalán valami annyira modern és játékos, hogy ezt még emlékszenem kell. Igen, egy Zsoltár költőről nem, vagy fordítóról nem gondolnánk, hogy akkor most ő itt kubusokat készített. És hát látható volt, hogy hát ez egész kötetnyit készített ebből, tehát ez nem csak egy pillanatnyi elmezavar volt, hanem őt ez komolyan foglalkoztatta. És ugye mind a, hogy mondjam, a tudomány és az igazság, tehát a reformáció, hogy mondjam, igazságkeresése szellemében vagy ismeret közvetítésének a szellemében. Tehát nem ilyen léhaságból, hanem ugye tanító szándékkal, vagy ez mindenképpen benne volt nála. Másnak van esetleg kérdése, észrevétele? Mit szóltatok a Tamkós iratóhoz? Őtőle jobban ismertétek ezeket a dolgokat? Hát sok mindenről lehetett volna még részletesebben, ugye azért. Ez pontosan. Igen, nagyon érdekes, hogy behoztad a Tamkós iratót, mert én nem is tudom, hogy került hozzám gimnazista koromba, de én őt ismertem, és nagyon tetszett is akkor persze, amikor az ember ilyen szürrealista verseket, meg mindent olvas, akkor egy ilyet is még hozzá, ez egy teljesen új dolog volt. Meg hát ő neki az, hogy neki az ilyen külföldi, tehát hogy ő franciaországi, meg nem tudom, milyen élete is volt. Szóval egy olyan költőt ismertem meg akkor benne, aki hú, hát ez egy világlátott ember, és nem tudom. Szóval engem nagyon tetszett, és persze aztán a gyerekeim lettek, akkor meg a gyerekversek is. Hát igen, ugye azok se feltétlenül gyerekversek, de hát mi nem ismertük, és nagyon-nagyon szeretem. Tehát Vörös Sándor mellett ő szól ma a legjobban a
Na, tehát a klasszikusok közül a gyerekeknek azt hiszem, hogy bármikor. Igen. Örülök, hogy találkoztam itt vele megint, hogy te jövő hoztad. Ennek számomra nagyon izgalmas, hogy ő ezt mennyire logikusan átlátta ezt az egész. Tehát, hogy látszik, hogy ő mögött egy komoly ilyen filozófiai, meg költészettani, meg poétikai, meg befogadás, esztétikai gondolkodásmód áll, és minden hatott rá, ami a korabeli tudományban, művészetben, technológiában jelen volt. Uh-huh. És azon gondolkoztam, hogy aki hozzá egy kicsit nekem hasonló figura volt, aki a Gilgamest fordított, Rákos Sándor, ugye, vagy hogy hívták, Rákos? Rákosi Viktor? Nem, nem, Rákos valami, szerintem Rákosnak ilyen. Na mindegy, szóval volt egy másik figura is, de most annyira nem írt eszembe, hogy inkább nem hoznám ide, mert még a neves, látod, még a neves. Volt még a Kassák körében még voltak jó néhányan, a Simon Andor, meg igen. ilyen neve. Igen. De hát őket, hogy lehetett volna, nyilván ők is érdekesek, ha közelről vizsgáljuk őket. És uh-huh. egyébként még ott a barokk költészetben nagyon sokan voltak még, de hát nem tartottam fontosnak, hogy név szerint megnevezzek mindenkit, de ott volt még, ugye, hát ahogy mondtam is, hogy a barokk meg a egyházi oktatásban, hogy ez benne volt, tehát ott volt egy ilyen nagy felfutása. Igen. Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és részt vettetek, remélem követhető volt, úgyhogy majd a videóanyag fönn lesz körülbelül egy hét múlva majd a könyvtárnak az oldalán. Úgyhogy köszönöm szépen, akit érdekel Adi és a istenes költészet, illetve nem csak Adi, hanem az, hogy hogyan lehet Istent megszólítani a 20. századi lírában, azt még június 16-án, szerdán 17 órakor szeretettel várom, de aki részt vett a lakásszeminárium kőbevésve harmadik eseményén, annak csalódást kell okozzak, mert nagyjából ugyanazt fogom elmondani, tehát csak aki ismételni szeretne. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, viszontlátásra, szép estét, sziasztok!